Csatornám támogatja a tapkiegnagyker.hu. Extrém testépítő nők. Románia legkigyúrtabb nője. Maradjatok vele! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és itt is lennék a másik részével az Extrém testépítő nő című videósorozatunknak. Előző alkalommal egy Elena Oana Hrebsa nevű testépítő nőt hoztunk, akit kicsikét elemeztünk, statisztikákat hoztam róla, mi, hol, hány centi, és most nem a pöcsére gondolok, hanem inkább az izmaira, illetve a magasságára, illetve hogy milyen súlyokat nyomott ki, mennyivel szériázik. Hát egy-két sztorit, egy-két információt elmondtam róla. A mostani alkalommal viszont Románia legkigyúrtabb nőiről fogunk beszélni, Alina Popáról. Na vágjunk is bele. Alina Popá egy 1978-as születésű, romániai származású, profi IFBB testépítő nő, aki 19 évesen kezdett el edzeni. Romániában talált egy kis konditermet, ahol bement és elkezdett gyurmázni, és ott találkozott egy éppen felkészülő versenyzővel, egy csajszival, és nagyon megtetszett neki, mármint nem a csaj, hanem igazából az egész versenyfelkészülés, amit csinált a csajsz, és hogy milyen szálkás volt, és hogy milyen jól nézett ki, és elment a kis csajt megnézni a versenyen, bejött neki, tetszett neki a show műsor, és úgy döntött, hogy ő is felkészül versenyre, úgyhogy rá következő 2 évben nagyon keményen edzett, és indult is élete első versenyén 2000-ben, ami Romániában volt megszervezve, egy kisebb verseny, és ezen a versenyen második helyet is lett. Úgyhogy ez neki elég inspiráció volt ahhoz, hogy tovább csinálja, tovább hajtsa magát, és rá 7 évre, 2008-ban meg is kapta a profi kártyáját Svájcban, Romániát képviselve. 2011-ben indult élete első Miss Olympia versenyén, ahol a top 5-be bekerült, illetve 2013 és 2014-ben az olimpia versenyen második lett nőként, ami nagyon jó. Aztán rá következő évre, 2015-ben, amikor készült volna az olimpia versenyre, hogy ő most megnyeri, ugye edzőt is váltott, és hát lesérült szegény, úgyhogy 2015-ben nem is indult ugye a versenyen, úgyhogy kihagyott egy teljes évet, aztán felépült és újra elkezdett versenyezni. Utolsó 2 verseny amúgy a 2018-as IFBB Muscle Vodka Tampa Pro, ahol első lett. Nem tudom, mi ez a Muscle Vodka, nagyon remélem, hogy nem bebassza ment oda, vagy azt tudom még elképzelni, hogy a bíróknak inniuk kellett ahhoz, hogy a choice-it pontozhassák a színpadon. De a lényeg, hogy első lett, illetve az utolsó versenye pedig a 2018-as Rising Phoenix világbajnokság volt, amit szintén megnyert. Amúgy még a versenyzésen kívül ugye személyedző is, illetve fitness modellként is dolgozik. Na de térjünk is rá a statisztikákra. Alina 168 cm magas, a versenysúlya 79 kg, és off-szezonban 91 kg-ot nyom. Pont annyit, mint én. 91 kg-ot. Mi a picsa? Bicepsze 41 cm, melle 120 cm, és nem így, hanem így. Combja 63 cm, a vádlia pedig 43 cm. Ami az edzését illeti, nem annyira erős, mint Elena, de elég jó erőben korához képest, és hát neméhez képest. Guggolása 170 kg, abból ment 6 darab, fekvanyomás 110 kg-ból ment 6 darab, biceps egy kézzel 29 kg-mal ment 3 darab, és a felhúzása 140 kg-ból ment 8 darab. Véleményem az, hogy nagyon szép arca volt ennek a csajnak, viszont most már kezd eltorzulni. Szerintem 5 éven belül tropára küldi magát a belső szerveivel együtt. Tehát szép arca volt, a lábai az még határeset, így képre így ránézésre azt mondom, hogy oké, hogy vastag a lába, de nem olyan nagyon extrém, mint mondjuk Natalie-nél, ugye, aki a legdurvább, vagy a legcsúnyább, legrondább címet kapta szegényként. Na most a lábai az még határeset, azt mondom, a felsőteste az már túl sok, úgyhogy ennyiben ennyit róla. Ahogy már említettem, én nem támogatom ezt a női testépítést, főleg nem ilyen szinten,
De ez még mindig nem az a nagyon extrém kategória, amikor a legundorítóbb testi bizonyt hoztam, Natalit, na amikor behánytam kétszer. De már ez is kezd arra a szintre kerülni, szerintem még egy 3 év is ugyanazon a szinten lesz. Úgyhogy elég durva. Úgyhogy ez az én véleményem, de ti mit gondoltok róla? Írjátok le kommentbe, és ahogy tudok majd reagálok rá egy Q&A videóban. Személyre szabott étrendért és edzéstervér látogassatok el az aramtariprofizik.hu weboldalamra. Ne felejtsetek el követni Instagramon aramtariprofizik a nevem, hogy látassátok posztjaimat és akcióimat edzéstervekre és étkezési tervekre is. Köszönöm szépen a figyelmet, még egyszer Tari Ádám voltam, iratkozzatok fel. Peace!